köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jegyáremelés a strandon. A városvédők szerint saját bérüket akarják kifizetni a helyiekkel az éjjenszeg szártagok. Agrárlogisztikai központ Kisvájkén újabb hűtőkapacitást adtak át a településen. Fejlesztés Gunarasban. Felújítják a csapadékvízelvezető rendszert az üdülővezetben. Az éjjenszegszárt frakció által megemelt képviselői díjak finanszírozására szolgál az, hogy az általuk kinevezett Malomsoki Krisztián drasztikus mértékben megemelte a strand belépőinek árát. Ezt mondta hétfői sajtótájékoztatóján a szegszárdi városvédők elnöke. Szabó Balázs szerint ilyen mértékű áremelésre országos szinten sem volt korábban példa. Múlt héten pénteken számoltunk be arról, hogy van olyan belépő, amit több mint 300%-kal emelt meg Malomsoki Krisztián. Magyarországon példanélküli és felháborító a szegszárdi strand belépőjegyeinek drasztikus mértékű áremelése. Erről a helyi városvédők elnöke beszélt hétfői sajtótájékoztatóján. Szabó Balázs azt mondja, ilyen árakon az ország legnagyobb fürdőibe is lehet pihenni, ahol akár több, mint egy tucat medence is várja az odaérkezőket. A városvédők vezetője szerint felháborító az éjjenszegszárd frakció által kinevezett Malomsoki Krisztián áremelése. Követeljük azt, hogy normális emberi árakon történjen a szolgáltatás. Ugye elképesztő az, hogy, mint ahogy el is mondtam az előbbiekben, hogy egy palatinus strandon például a belépőjegy felnőtteknek 3200 forint, de ott 30 hektáron 14 medencében élvezhetik a fürdőzők a fürdőzést. Az áremelést Malomsoki Krisztián egy közleményben azzal indokolta, hogy az idei belépők megvételével már nem kell külön csúszda vagy szauna jegyet vásárolniuk a strand vendégeinek. Szabó Balázs szerint viszont ez nem elfogadható indok. A szauna ugyanis csak délután 2 órától van nyitva, a csúszdákat pedig csak a 120 cm-nél magasabb személyek használhatják. Ezért, ha egy 2 kisgyermekkel érkező család csak délelőtt pihen a strandon, akkor teljesen feleslegesen fizettetik meg velük a szolgáltatások árát, amit igénybe sem tudnak venni. Szabó Balázs szerint ezért a belépők árainak megemelése csak azt a célt szolgálja, hogy a strandot üzemeltető sportközpont finanszírozni tudja az éjjenszegszárd tagok által megemelt önkormányzati képviselői díjakat. Az éjjenszegszárd frakció tagjainak ugyanis a választás utáni egyik első döntésük az volt, hogy megemelték a saját illetményeiket. Nekem 5 évig képviselőként a fizetésem 97.500 forint volt, jelen pillanatban ezek több száz ezres fizetésekre ugrottak. Itt is hasonló sunyisággal bújtatták köntösbe ezt az áremelést, pontosabban ezt a fizetésemelést. Múlt hét pénteken számoltunk be arról, hogy sokakban felháborodást kiváltva a szegszárdi strandon idén drasztikus mértékben megemelte a belépők árait az éjjenszegszárd frakció által kinevezett Malomsoki Krisztián. Nem drágálják a belépőt? De igen. Meglepődtünk, de hát nem járunk ide gyakran. 4-en vagyunk itt. Szabad kérdezni, hogy mennyit fizettetek? Kereken 10 000-re. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idénre már 2600 forint a szegszárdiaknak, a vidékieknek még ennél is több. Még szembetűnőbb a gyermekjegyek árának alakulása, ott több, mint 300%-os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 forint helyett idén 1600 forintot kell fizetni. A szegszárdi strand belépőinek drasztikus drágulása a múlt heti közgyűlésen is szóba került. A Fidesz frakció napirendre akarta venni az ügyet, majd amikor Ács Rezső elkezdte felvázolni a sokakat felháborító jelenséget, az éjjenszegszárd tagok egyszerűen belefojtották a szót. Éppen most egy hónap kiesett a nyárról, mert július 1-ére nyitni a strandot, és külön történt, hogy miért. Úgyhogy Végül az éjjenszegszárd tagok nem is szavazták meg, hogy a közgyűlés tárgyaljon a témáról. Ács Rezső ennek kapcsán azt mondta, felháborította, hogy Malomsoki Krisztián az éjjenszegszárd tagok által kinevezett a fürdőt üzemeltető sportközpont vezetője, mindenféle egyeztetés nélkül emelte sokszorosára a belépők árát. Az eljárásmód mindenképpen felháborító, de maga a végeredmény is felháborító, hiszen Csillag Balázs igazgatósága alatt minden évben leültünk és megbeszéltük, hogy milyen díjak legyenek, vagy milyen belépőjegyek legyenek a következő szezonban.
ez most nem történt meg. Ács Rezső azt mondja, ilyen árak mellett komoly bevételektől fog elesni a fürdő, mert a kevésbé tehetős családok egyszerűen más helyen pihennek majd. Az így keletkező hiány pedig a város költségvetéséből kell majd kipótolni. Pénteken megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon. Szintén kérdéssel fordultunk az Éjjel-Szekszárdot képviselő Zaják Ritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják Szekszárdot a szekszárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett Malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről. Ám a képviselő csak annyit válaszolt, hogy az árképzés folyamatában ő nem vett részt. Hűtőrészleget avattak a kisvejkei agrárlogisztikai központban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, hogy több mint két évtizedes munka eredménye, hogy a településen és a környékén élő gyümölcstermelők fejlesztései folyamatos munka lehetőséget és megélhetést biztosítanak az ágazatban dolgozók számára. Több ilyen létesítményt adhattunk át az elmúlt években, és öröm számomra az, hogy ez a létesítmény is most el tudott készülni. Annak ellenére, hogy az eredetileg igényelt összeg csak egy részét tudta elnyerni Kisvejke a TOP programban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, arra törekedtek, hogy lehetőleg minél több település részesedhessen a forrásokból. A most átadott tempelát válogató 184 millió forintból valósult meg. Öröm látni számomra az, hogy ez a térség hogyan fog össze, hiszen itt a helyi gazdák nem csak Kisvejkén, hanem Závod, Lengyel és Mucsfa települések gazdái is összefogtak annak érdekében, hogy a gyümölcs termesztésben adjanak jövőt ennek a térségnek. A folyamat erősödni fog, hiszen a paksi beruházás után megnövekvő lakosság ellátásában is szerephez juthatnak majd a Kisvejke környék gyümölcstermelők. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke példaértékűnek nevezte az itt folyó tevékenységet. Igazából, amit ma átadunk, ez egy olyan munkának az eredménye, ami mögött nagyon sok évtized áll. Tehát valahol a 90-es évek elején elkezdték a gazdák, kicsivel kezdték, alig 1-2 hektár gyümölcsössel, és hát kinőtte magát a sok munka eredményeképpen. A most átadott temperát válogató a fejlesztés első része. Orbán Attila azt mondta, a lehetőségekhez mérten a következő pénzügyi ciklusban lesz forrás a bővítésre. A Gunaras fürdői csapadékvízelvezetés évek óta problémát jelent az ott lakóknak. A dombovári polgármesteri hivatal képviselői most úgy döntöttek, felszámolják a sokakat kínzó problémát. A Gunaras fürdőt érő esőzések nagy károkat okoztak az üdülő területen. A képviselőtestület konstruktívan tudott együttműködni ebben a témában, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy a nyaralótelep és magában Gunaras fürdő egy olyan gyöngyszeme Dombóvárnak, amelyet mindenképpen óvni kell. Néhány héttel ezelőtt akkora mennyiségű csapadék lepte meg késő esti órában Gunaras fürdő területét, hogy több magánház, udvara, szuterénja víz alá került. Ez a probléma helyben lakók számára nem volt ismeretlen, hiszen 2015-ben keletkeztek az első írásos nyomok erre vonatkozóan, hogy hasonló helyzet állt elő. Két lehetséges utat tűztek ki a probléma megoldása érdekében. Az egyik a meglévő csapadékvízelvezető árkok felújítása, átereszek kitakarítása, illetve nagyobb átmérőre történő cseréje. Ezt mégsem gondolják végleges megoldásnak. Azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági területről oly mértékű víz zuhan a fürdő területére, amelyet más alternatív megoldásokkal is meg kell próbálnunk megakadályozni, sőt, alapvetően azt a peremfeltételt kellene megteremteni, hogy ez a víz egyáltalán meg se érkezzen oda, máshol tudjuk elvezetni. Az önkormányzatnak minden esetben kötelező aktuális vízkár elhárítási tervvel rendelkeznie. Ez Dombóvár esetében nagyjából két évtizede készült el, és azóta nem történt meg a felülvizsgálata. A testület egyöntetően úgy döntött, meghatalmazza a polgármestert, hogy három tervről kérjen árajánlatot. A soron következő szeptemberi ülésen döntenek majd arról, hogy kivel vizsgáltatják felül a dombóvári vízkár elhárítási tervet. Feloszlatta magát a mohácsi képviselőtestület. A veszélyhelyzet utáni első közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az előterjesztés. Pávkovics Gábor alpolgármester úgy fogalmazott, mivel Csorbai Ferenc polgármester nem mondott le önként posztjáról, így a teljes testület kénytelen volt feloszlatni magát.
Mostantól maximum 90 nap áll rendelkezésre, amíg kitűzhetik az időközi önkormányzati választást. A voksolás napjáig még minden képviselő mandátuma megmarad. Mohács város képviselőtestete felosztatására vonatkozó indítvány. Ez volt az egyik legfontosabb napirendi pont a mohácsi közgyűlés előtt. A képviselőtestület már a tavaly október 16-ai önkormányzati választást követően tett ígéretet arra, hogy vagy lemondatják Csorbai Ferenc polgármestert, vagy feloszlatják a testületet. Mint ismert, a néhai Szekó József polgármester halálát követően csak az MSZP színeiben induló Csorbai Ferencre lehetett voksolni, mint városvezető, a választás után pedig fel is vette mandátumát. A többségben lévő Fidesz frakció képviselői szerint ez nem volt tisztességes folyamat. A veszélyhelyzet utáni első közgyűlésen egyenként is mondhattak véleményt a politikusok. Itt ezen az oldalon olyan képviselők vannak, akik alpolgármester úr is mondta, akik megmérettették magukat. Tehát nem akarok mutatni, de azért megkérdezném, hogy önök is indultak, ugye ezeken a választásokon, hány ember győzött? Mintha gyámság alatt lenne. Mintha önállóan nem tudna véleményt formálni, mintha önállóan nem tudna ad-hoc nyilatkozni. Egy-egy megkérdezett kérdésben nagyon-nagyon szaggatott választ kaptunk, majd este még az én szemembe is könnyeket csalva megjelent a blogján egy olyan határozott és csodálatosan megfogalmazott szöveg, ami tényleg még majdnem én is elbizonytalanodtam volna, ha tudom, hogy nem úgy vannak a dolgok. Pávkovics Gábor alpolgármester hangsúlyozta, nem az volt a Fidesz frakció célja, hogy feloszlassa a testületet. Mivel azonban Csorbai Ferenc nem mondott le önként a polgármesteri székről, ezért kénytelenek voltak erre a lépésre. A képviselők ugyanis egyöntetűen elfogadták a feloszlatásról szóló előterjesztést. A határozat életbelépését követően maximum 90 nap áll rendelkezésre, amíg kitűzhetik az időközi önkormányzati választás időpontját, mondta stábunknak Pávkovics Gábor. A Fidesz helyi szervezete és az aktivistáink és a közvélemény az egy kicsit arra sarkalt már engem tavaly ősszel, hogy jelezzem azt, hogy ha lesz új polgármester választás, akkor várhatólag én lehetek a helyi szervezetnek a jelöltje. Ez így van, és ezt a feladatot továbbiakban is el szeretném vállalni, tehát várhatólag én leszek a jelölt. Az alpolgármester hozzátette, szeptemberben várható az időközi választás. Hangsúlyozta, addig sem marad egyedül a város, hiszen a voksolás időpontjáig minden képviselő megtarthatja mandátumát, így gyakorolhatja a hatáskörébe tartozó feladatait. A szekszárdi és környékbeli zsidó áldozatokra emlékeztek vasárnap a holokauszt 76. évfordulója alkalmából a szekszárdi zsidó temetőben. A hitközség és a város közös megemlékezésén hagyományosan kavicsokat helyeztek el az áldozatok emléktáblájánál. Akik az életben szerették egymást, azokat még a halál sem választhatja el. Ezzel a gondolattal emlékeztek meg Szekszárdon, arról a mintegy 600 környékbéli zsidóról, akik 76 évvel ezelőtt a holokauszt áldozataivá váltak. A szekszárdi izraelita hitközség és Szekszárd megyei jogú város közös megemlékezésén emlékbeszédek és liturgiák hangzottak el a zsidó temetőben. A halottainkért, a mártírjainkért minden esetben egy imával és minden esetben egy halotti imával, amit kadisnak neveznek a zsidók, azzal emlékezünk. A koronavírus okozta helyzet, ugyanakkor nem tette lehetővé az egykori zsinagógában a szokásos ünnepi műsor megtartását és a koszorúzást. Egy olyan különleges időszakban élünk, ahol a vírus veszély miatt ugye erősen le vannak redukálva az emberi kapcsolatok, a gyülekezések, istentiszteletek, és ezért külön öröm, hogy ez sem tudta megakadályozni, hogy meg tudtuk tartani a megemlékezést. A zsidó vallási szokások szerint a megjelentek emlékkövek lerakásával nyilvánították ki tiszteletüket. Megalakult az első motoros tagozata a Szekszárdi Polgárőr Egyesületnek. A 11 tagnak többfajta vizsgát kell majd tennie ahhoz, hogy teljes körűen tudják ellátni a rájuk bízott közfeladatokat és a város, illetve a környék rendezvényeit biztosítani tudják. A Gemenc Motoros Egyesület tagjai alapították meg július 2-án a Szekszárdi Polgárőr Egyesület első motoros tagozatát. Sok rendezvényt biztosítottak már, de polgárőrként nagyobb hatáskörrel, magasabb színvonalon tudják majd ezt folytatni. A tagozat létrehozását az Országos Polgárőr Szövetség elfogadta és támogatja, úgyhogy már meg is kezdhetik a tevékenységet. Viszont több vizsgát kell majd tenniük a maximális felkészültség érdekében. Megvannak ezeknek a feltétele is, tehát még nekünk is vizsgáznunk kell ebből, hogy hivatalosan csinálhassuk ezt. Aki ebbe érez fantáziát,
és erőt magába, akkor ott szívesen várjuk. A két egyesület többször dolgozott már együtt, és régóta tervezték, hogy létrehoznak egy motoros polgárőr tagozatot. Az OPS, vagyis az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Szövetség is támogatta a kezdeményezést. Egyelőre mindenki a saját motorja hátán teljesít szolgálatot, de szeretnének pályázni például motorra, rádiórendszerre vagy egyenruhára. A megfelelő anyagi hátteret és a pályázatokat le tudjam hívni, és a technikai eszközöket és az utazásukat, vagy hát az üzemanyag költségüket tudjuk finanszírozni. A motorosoknak ez egy nagyon jó kikapcsolódási és szabadidős tevékenység is lehet, a rendezvényszervezőknek pedig egy jó lehetőség arra, hogy közlekedésbiztonsági szempontból maximálisan védve legyenek a motoros biztosítás által. Továbbra is várják azoknak a motorosoknak a jelentkezését, akik szívesen teljesítenének polgárőri szolgálatot. Regionális hírek következnek Baranya és Somogy megyékből. Okostelefonok, laptopok adományként nehézsorsú gyerekeket segített a pécsi cég. Nyáron is figyelni kell a szénmonoxid szintre, júliustól ellenőrzik a kéményeket a szakemberek. Diák munkások az önkormányzatoknál, bolyban is népszerű az országos program. Több éves jó kapcsolatot ápol a Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal a Honza Kft. Az autóalkatrészeket gyártó cég nemrég modernizálta eszközparkját, és az így felszabadult, használt, de jó állapotú okostelefonokat, laptopokat felajánlott az intézmény számára. Péntek délelőtt vették át az adományt a kiválasztott gyerekek az intézmény pécsi székhelyén. Ajándék laptopot vesz át a Mohácsról érkezett Orsós Ferenc, a 17 éves fiatal, Szekszárdon tanul hegesztőnek. Ez a segítség az, amit én kaptam, ezt majd a jogosítványra szeretném tanulgatni, hogy tanuljak vele, mert így egyszerűbb lesz, mint telefonon. Aztán tényleg ahogy képes, láttam, hogy a többiek nevelőszülőktől és meg többieket, szerintem nagyon örülnek neki, és meglepődtem. Tegnap tudtam meg, hogy be kell jönnöm ide, szóval nagyon meglepődtem, hogy része vagyok ennek. Olyan gyerekek kaptak segítséget egy Pécsen működő német családi cégtől, akik neveléséről az állam gondoskodik. Lakásotthonokban, illetve nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek, a Honza Kft-től kapunk okostelefonokat, illetve laptopokat. Körülbelül 30 gyerek fog részesülni ebben az adományban. Kimondottan azokat a gyerekeket jutalmazzuk ezzel az adománnyal, akik a tanév végén jó tanulmányi eredményeket értek el, illetve a tovább tanulásokat tudjuk ezzel segíteni. Az adományozás ötlete már 3 évvel ezelőtt megszületett a gazdasági társaságnál. A munkatársak egy emberként döntöttek amellett, hogy nehézsorsú gyerekeken fognak segíteni. A múltban olyan különleges okokból adományoztunk, mint a karácsony, a húsvét, az iskolakezdés, de rájöttünk, hogy ez nem elég. Célunk, hogy megosszuk sikereinket itt Pécsett, és segítsünk azzal, hogy visszaadunk valamit a városnak, segítsünk azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Ha ezzel a gesztussal tudunk támogatni néhány fiatalt abban, hogy jobb eredményeket érjen el, és esetleg növelni tudjuk karrier esélyeiket, az minket is boldoggá tesz. A közelmúltban modellváltást hajtott végre a cég, és a cserének köszönhetően felszabadult, használt, de jó állapotban lévő eszközöket ajánlottak fel az intézmény vezetőségének, akik örömmel fogadták a segítséget. 15 okostelefont és 2 laptopot kaptak a gyerekek a pénteki adományozáson. Nyáron is komoly veszélyforrást jelent a szénmonoxid mérgezés, a nagy melegben csökken a kémények húzata, így nő a szénmonoxid visszaáramlásának veszélye, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset a fürdőszobában történik. A nyílt égésterű berendezések ellenőrzése mellett a kémények vizsgálatára is szükség van, ezért Baranya megyében júliustól felkeresik a lakó ingatlanokat a kéményseprők. Nyáron is komoly veszélyforrást jelent a szénmonoxid mérgezés. A nagy melegben csökken a kémények húzata, így nő a szénmonoxid visszaáramlásának veszélye, mondják a szakemberek. Számos olyan berendezés van ma a lakásokban, amelyek ezek nyílt égésterű berendezések,
amelyek gyakorlatilag abból a helységből szívják a levegőt a működésükhöz, ahol egyébként vannak. És hogyha nem megfelel a szellőztetés, nem megfelel a légmozgás, akkor ez azt eredményezhet, hogy gyakorlatilag tökéletlen égést fog eredményezni, és ez vezethet oda, hogy szénmonoxid keletkezik. Tapasztalta országos szinten, hogy a tűzoltóknak most már nyáron is egyre több esetben kell vonulniuk szénmonoxid mérgezés miatt. Figyelni kell például a régebbi gázüzemű vízmelegítőkre a fürdőszobákban, de a kémények állapotát sem szabad elhanyagolni. Ezért a szakemberek most júliusban Pécset is felkeresik a lakóházakat és ellenőrzést végeznek. Most július 1-től újraindult a kéményseprés, itt Baranya megyében is. Megrendelésre, illetőleg a sormunkában a kéményseprők újra járják a településeket, illetőleg a lakóházakat. Igazából azért fontos most ezt nyáron megtenni a kéményseprést, mert valószínűleg őszre egyre több megrendelés fog érkezni, és ilyenkor könnyebben tudnak a kéményseprők is mozogni, biztos, hogy oda fognak érni, és el tudják végezni a munkájukat. Így a fűtési szezon kezdetén már biztonságos, jól működő kéményekkel kezdték meg használni a kazánokat, konvektorokat a lakók. A biztonság növelése érdekében szénmonoxid jelzőket is használhatunk, amiket a használatnak megfelelően fejmagasságban kell felszerelni. Tehát egy hálószobában a fekvőhelyzetet, míg a nappaliban az ülőmagasságot kell figyelembe venni, mondja a szóvivő. Idén 3 milliárd forintos keretösszeggel indította el a diákok nyári munkavállalását támogató programot a kormány, melyben a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehetnek részt. Bolyban is népszerű a július 1-e és augusztus 30-a között futó program. A fiatalok a nyári napköziben és az óvodában segíthetnek a pedagógusoknak, az úszómesteri vizsgával rendelkezők a strandon dolgozhatnak, valamint a most megújuló parkban is lehet segédmunkát vállalni. Vidáman és tartalmasan telnek a napok a nyári napköziben, Bolyban. A gyerekek 7 héten keresztül vehetik igénybe a szolgáltatást. Laura az önkormányzati diákmunkaprogramban vesz részt. Segíthetett volna az óvodában is, de hozzá az általános iskolás korosztály áll közelebb. Nekem a szomszédom az egész csoportnak a vezetője, és engem ő ide hívott, szeretett volna velem így itt dolgozni, és én a jövőben is a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez azért elég jó lehetőség ehhez. A nyári napköziben rengeteg fejlesztőjátékkal, strandolással, kirándulással és biciklitúrával várják a gyerekeket. Itt több a gyerek és többet lehet játszani, mint otthon. Nem azt mondom, hogy otthon rossz, de szerencsére nekem van egy testvérem is, szóval nem csak ismerős arcok, hanem nagyon ismerős arcok is vannak itt, és nagyon szeretem, mert mindig menjünk uszodázni, és sok kreatív dolog van itt, amit lehet csinálni. Adrián és Dominik, amióta iskolások, részt vesznek a nyári napköziben. Otthon nincsen gyerek, csak én meg az öcsém, és nem mindig otthon a kockulás meg a gépezés. Itt mondjuk ingyen is fürödhetünk, meg ilyen kézműveseket is csinálunk mindig. A bói önkormányzat 5-6 éve csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. A tanulókat munkaviszony keretében kell foglalkoztatni, az állam pedig a munkáltatóknak a diákok munkabérét és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100%-át is megtéríti. A diákoknak a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell kérniük nyilvántartásba vételüket. A teljes 100%-os támogatással megy. A diákoknak megkérdetjük, most már megtaláltuk a megfelelő kommunikációs csatornát, a Facebookot, mert így mindenkihez nagyon gyorsan eljut a hír, és nagyon gyorsan beszokott állni a létszám. Kb. 15-20 főt szoktunk így foglalkoztatni. 16 évestől 25 éves nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt ebbe a programba. A bói önkormányzat elindított egy beiskolázási programot, melynek keretében úszómesteri vizsgát tesznek a diákok. Ők a strandon dolgozhatnak nyáron, de a most megszépülő parkban is vállalhatnak segédmunkát a fiatalok. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Jegyáremelés a strandon. A városvédők szerint saját bérüket akarják kifizettetni a helyiekkel az éjjenszeg szártagok. Agrárlogisztikai központ Kisvejkén újabb hűtőkapacitást adtak át a településen. Fejlesztés Gunarasban, felújítják a csapadékvízelvezető rendszert az üdülővezetben. Kedden nyugat felől csökken a felhőzet, a front mögött kiderül az ég, számottevő csapadék nem hullik. Az északi a szél élénk lesz, de napközben fokozatosan mérséklődik. Éjszaka csapadékmentes, derült, eseménytelen időre számíthatunk.
Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!